Halló! Nagyon kellemes, szép reggelt kívánok mindenkinek, remélem, hogy minden oké. Halló, 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 igen, 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 várj, pil, nyugi, nyugi. Jó, na, szóval itt vagyok. Kicsit még érdekesen vagyok, de több érdekesség is történik itt a délelőtt folyamán, az egyik pedig a légkondival van valami, nem tudom, hogy mi van, remélem, hogy helyre jön magától. Általában úgy szokott indulni ilyenkor a stream, hogy ugye a számomra ideális hőmérsékletre beállítom a szobát, lehűtöm vagy felfűtöm, éppen milyen helyzet van, és most nem akar működni. Elindul, így megáll, azt gondolkodik. Nem tudom, mi van. Hát ez hülye. Na mindegy, nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, remélem, hogy sikerült pihennetek legalább egy icike-picikét. Ugye tegnap meglehetősen sokáig pergettük a Hogwarts Legacy-t, és hát nem lesz ez másképp most délelőtt se. Folytatjuk pontosan onnan, ahol abba hagytuk tegnap este, úgyhogy belecsattanunk. Én már nagyon-nagyon vártam. Tehát itt nem tudom, ismeritek-e azt az érzést, hogy amikor ilyen már alig tudsz aludni, annyira izgatott vagy így dolgokkal kapcsolatban, úgyhogy hát ez történt. Tehát konkrétan még hajnal 1:30-ig ugye én fent voltam, tehát ugye ilyen 1:45 körül lett vége az adásnak tegnap, vagy ma, és még feldolgoztam az adást, elindítottam a feltöltést, és utána estem be az ágyba, de már 7-kor ébren voltam, úgyhogy Hogwarts Legacy mellett aludni, időpazarlás, igen, körülbelül 48 órás live, nem, azért túlzásokban ne vigyük a dolgokat, egyáltalán nem fogunk ilyen hülyeségeket csinálni, sem 24 órás, sem egyéb ilyen teljesen elképesztően irreleváns dolgokat. Feltámadt a klíma, jelentem, feltámadt a klíma, érzem, ahogy a testemet fújja. Jó reggel, hát a klímának is még kell, gyerekek, valószínűleg egy kávé, vagy valami. Azt mondta, hogy figyú, majd azt én az én tempomba, jó? Tehát csak ne akarjad, hogy egyből itt izé fújjam a cuccot. Na, hölgyek, urak, amit elkövettem még amúgy a streamen kívül, az nem játszás, de a játékhoz kapcsolódó dolog, ugye, ha emlékeztek, akkor egyelőre én sem kaptam még meg a Twitch dropból kapható lootot a játékba, és azt mondtátok ti, a chaten, ti voltatok az okosak, hogy elvileg a PlayStation accountot kell összeszinkronizálni, vagy kapcsolni a Twitch-el. Én ezt megcsináltam, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy most meg lesz-e a loot, ha nem, akkor nem tudom, felhívjuk az Avalanche-t élőben, hogy egyrészt gratuláljunk a játékhoz, másrészt pedig hol a loot? Hol a loot? Jött e-mail éjjel, hogy a dropot kaptam az akkomhoz. Hát fel vagyok háborodva. Azt velem mi van? Azt az én akkan, én, na jó van. Srácok, indítom a játékot, menjen. Csodálatos reggelt mindenkinek, kellemes tökléfogyasztást, vagy gyömbéres sör, vagy mit tudjam én, ki mivel indítja. A lényeg, hogy érezzétek magatokat nagyon jól itt, és ott, ahol vagytok. Nos, lássuk. Ott van a főnök, azaz én. Message of the day. Avalanche Software, welcome to Hogwarts Legacy. Ott a cikesz. Az a varacskos disznó, az... Valaki hozza meg egy törülközőt neki. De menő ez így az izébe. A menübe. Na jó, folytatás, nyomom. Szóval... Nem, már megvan a szoba, nincs még meg a szoba, vagy legalábbis én nem tudok róla. Ott hagytuk abba, hogy voltunk egy főküldetésen, ugye, megtaláltuk a hiányzó lapokat a könyvből, viszont kellett volna nekünk a könyv ahhoz, hogy előre haladjunk, de ugye a könyv, az a könyv, az a híres könyv, Tündér Habci, bocsánat, az Füge professzornál van, aki Londonban van, elment piálni. Úgyhogy lényegében ennyi. A sztori ezen része, tehát a fő sztori vonalon itt járunk, és a következő sztori feladatunk az nem más, mint Flying Class. Repülő órára kell menni, gyerekek, jó, nagyon nagy repülések lesznek. Sharp professzor is küldött nekünk egy feladatot, méghozzá
Majd assignment vele. Igen, van egy kincses térképes történetünk, azt is lehet csinálni. Viszont a legnagyobb feladatunk, és azért is gondoltam, hogy egy icike-picikét hamarabb indítom el az adást, mert ugye ennek nem jártam utána tegnap, meg azt mondtam, hogy na majd elosztjuk, mert ugye a főküldetés után megkaptuk a talenteket, és van 12 pont, amit el kéne pont költenünk. Úgyhogy amíg mindenki hoz egy kávét, meg én is még befejezem a reggelit, ennyi van, még egy keksz darab van hátra a csomagból, mármint ebből a csomagból. Addig gyorsan egy picit átnézzük, hogy mire lehetne itt költeni aja pontjainkat. Azt mondja, hogy Incendio Mastery. Casting Incendio unleashes a ring of flame around you. Aha. Tehát tűzgyűrűt is csinál az Incendio? Na várja, az Incendio, az van nekünk, ugye? Az már megvan az a varázslat. Az a tűzvarázslatunk, ugye? Ami a... izén van. Igen. Tehát az most már nem csak előre fog egyet lőni Sotival, hanem csinál egy izét. Aha. Oké. Okay. Az mondjuk elég jónak hangzik. Azt mondja a másik. Axiom Mastery. Enemies near a target summoned by Axiom are also pulled to you. Aha, tehát nem csak egy ellenséget, hanem többet is oda lehet rántani. Levioso Mastery. Ugyanez Pepitába, ugye a Leviosónál. Egyelőre itt ezeket tudjuk. Lehet, egy kicsit előre nézek. Casting Depulso releases an additional blast directing. Aha. Aha. Level 16. Uh-huh. Hát az meg... hát mondjuk majdnem. Must be... aha. Striking an enemy frozen by Glacius Blast damaging shard over... aha. Mondom, lassan indulunk a mai nap folyamán. Szépen mindenki tud még hozni innivalót. Át tudunk változtatni. Wow! Transformation Mastery. Enemies struck with the transformation spell transforms into explosive object, és akkor utána azt hozzá tudjuk dobni a másiknak. Wow! Nem sürget senki, Martin, nyugalom. Én abszolút nyugodt vagyok, és tudjátok, hogy igyekszem amúgy általában a játékokat úgy játszani, hogy ne végig rohanjunk rajta. Na most ez extrán érvényes lehet erre a játékra, mert elképesztően elvarázsolt a játék, és egyszerűen élvezem az egészet, és mindenre is kíváncsi vagyok, úgyhogy szépen nyugodtan, kellemes, ilyen öreges tempóban, mint én vagyok, szépen nézzük. Hozom is a kávét, tesi, nagyon jó. Na, azt mondja, hogy sötét varázslatok is vannak, itt azt mondja, hogy Expelliarmus has the same effect as a curse on enemies. Cursed enemies take increased damage. Aha, tehát egy buffot is kap egyúttal a kapitulátusszal az ellenség. Nagyon jó. Stunning curse. Uh-huh. Stupefy has the same effect as a curse on enemies. Cursed enemies take increased damage. Aha, ugye tudjátok, amikor védekezünk és nyomva tartjuk a védekezést, a pajzsot, akkor visszalő egy stuport automatikusan, és a stupor meg is átkozza az ellenfelet. Hát nagyon jók ezek. Ott már van valami, na várja, sorba megyünk. Na micsoda! Dealing damage to cursed target inflicts damage to all cursed targets. Tehát tudunk olyat játszani, hogy a átkot rárakjuk az összes enemire, és hogyha olyan enemire adunk damage-et, akin van átok, tehát mondjuk úgy, hogy igen, tehát ott az a zöld kis ikonka jelzi, akkor mindegyiket sebzem, akin átok van. Wow! Melyik házba kerültem? Gryffindor. Wow! Ez de menő. Enduring Curse. Aha, hogy tovább rajta marad az átok az ellenfélen. Veldurf, nyugodtan kiírhatsz egy ilyen kitűzött
üzenetet esetleg, hogy Martin a Gryffindor házat van. Agytapik, köszi szépen. Köszi. Na, azt mondja, hogy a basic részeknél mi a helyzet? Azt mondja, basic cast impacts reduce spell cooldowns. Aha, gyorsabban tudunk varázsolni. A successful protego blocks will contribute to the ancient magic meter. Protect protego blocks contribute even more. Ó, tehát nem csak azzal növekszik az ősi varázs kis bár ott lent, hogy ugye kombinálunk, meg leszedünk enemit, meg ilyesmi, hanem azzal is, hogyha védekezek, az is ad hozzá. Ha, huh. Holding down the dodge allows you to vanish quickly and resume. A dodge nem sima gurulás, hanem hopponálás lesz. Hát ez mennyire mocskos menő. A new spell set is added. Na, ezt kell nekem, srácok, hogy tudjuk ott válogatni lent. Ezt fix, hogy kifejlesztjünk. Erre már adom is, mert elkezdenek jönni itt szép lassan a varázslatok, és ne az legyen, hogy be kell menni a menübe, hanem lehessen ott választani gyorsan. Aha, ez nagyon-nagyon jó, ez nagyon fontos, hogy meglegyen. Wingwind heals you to greater effect. Aha, a HP töltő az többet tölt igazából. Ja, hogy én egyből a level 2-t vettem meg? Hopi. Lehet, hogy alul kellett volna kezdeni. Nincs visszatérítés. Jó, hát ezt úgyis meg kell venni mindet állítólag. Ancient magic throw catches and throws disarmed enemy weapons. Ó, hogy el tudom kapni a izét, ugye lefegyverzünk valakit, akkor ugye elejti a fegyvert, és azt vissza tudjuk hajintani rá. Szia, Krea, cső. Fú, mennyi minden van. Basic cast impacts airborne enemies contribute more to the ancient magic meter. Aha. Blocking the spell particle will be sent through projectiles back. Ó, aha, az is menő. Successful evading unbreakable attack with the dodge contributes to the ancient magic meter. Jó, akkor várjatok, itt is volt melyik volt a dodge-os? Ez volt a dodge-os, ami nagyon tetszik. Add ide. Azt fixen kifejlesztjük. Még 9 ponton van elkölthetően. Szép reggelt és délelőttöt mindenkinek. Hello. Alien Killer, neked is hello. Fullos platina lesz, úgy érzem. Én nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy az nem egy egyszerű végigjátszás, hogyha a platinát akarna az ember. Enemy struck with super fight remains stunned for longer period of time. Aha, tovább tart a izé. Ez szintén a HP tölt, ez a harmadik szintje a izének. Increase the range of revelio. Ó, tehát távolabbra hat a felfedezősös cucc. Na mondjuk ez elég jó. Azt add ide. És valószínűleg a gyorsabb kasztot is kérem szépen. Eléggé rámentem a basic dologra. A stealth-nél Mizu. Ott nincs sok minden. Enemy's ability to detect you is reduced. Aha. Allows you to sprint while using... sprintelni is lehet közben. Közben Riuf, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 22. hónap Prime-os feliratkozásodat. Pörgessétek a hype-okat, meg a Hogwarts-os emótjainkat, amelyik szimpatikus. Köszönöm szépen a supportot neked. Hogy vagy, mi újság? Mesélj egy kicsit. Mi a helyzet? Enemy's ability to detect you is reduced. Aha, hát ez a osonásos. Itt ami érdekesnek tűnik, meg izginek, hogy lehet szaladni is, amikor láthatatlan vagy, az eléggé jó. Jónak hangzik. Oké. Okay. Room of Requirement. Ami még nem tudom, hogy hol van, meg hogy van, de elvileg. Induce a potion makes you invulnerable. For each Chinese cabbage thrown, a second comping cabbage is generated and releases at no cost. Ó, tehát ha eldobunk egy ilyen kínai ízét, káposztát, egy másik is jön igazából, egy barátja, és akkor ketten harapnak bele az enemibe. Ez is érdekes, hogy az Endurus Potion sebezhetetlenné tesz minket, és vissza veri a varázslatot.
az ellenségekre. Oké. Okay. Jó. Dark Arts, gyerekek, Dark Arts-os lesz. Szerintem, amit csinálnunk kell. Hát ezek az átkozott dolgok nagyon-nagyon tetszenek én nekem. Tehát ha visszaverjük átkozott, ha izére átkozott, igen, meg mi volt a spelleknél, mi? Hogy volt? Ja, ez a tűz, ez kell, ez nagyon jó, ez a increased, ez egyelőre nem annyira. És akkor én sötét varázslatokban egy kicsit beletanulunk, mert nem csak a jóság létezik, hanem a gonoszság is. Ha-ha-ha. Oké, azt is add ide. Na jó, és még marad 3 pontom. Ezzel azt lehetne, hogy tovább tart az átok rajtuk. A Cornell mi volt még? Ez a... Ja igen, vissza tudjuk dobni, ahogy hívják ott. Ja. Contribute, aha. Ajaj. Basic Cast Impacts, elmondani, contribute. Jó, lehet, hogy spóroljunk még 3-at, vagy költsük el a fenébe, mi? Jó, itt is, ezek is érdekesek amúgy. Jók ezek a... Jók a talentek, tetszenek. Itt a spellnél lehet, hogy kéne föntem menni, de ezeket miért nem tudom? Ja, mert még nincsen meg a varázslat. Jó, akkor még tartalékolok egy kicsit. Oké, na, bemelegítés megvolt. A új kedvenc növérem a kínai nyammogó káposzta, ugye? Ugye? Jó, és akkor a feladataink között ugye egyrészt az oskola felfedezése van, a talent for spending, hát abban a pillanatban. Revelio. Kegyetlen nagy felfedezésekben vagyunk. Köszi a segítséget, Sir Nicholas. Ugye ővel mentünk kalandozni tegnap. Jó, és akkor amúgy repülés órára kéne mennünk, úgyhogy ki kéne jelölnem azt a küldetést, ugye? Menjünk repülés órára, miért nem mennénk repülés órára? Abban a pillanatban elrepülünk. És én végig szaladok oda. Biztos lehetne már oda hopponálnunk, vagy ilyesmi, de szeretek rohangálni a Castellóba. Pay particular attention to the street. Revelio. És akkor hogy működik ez? Aha, és akkor ezt megnyomom, és így tudok változtatni. Aha, világos. Tehát megnyomod az R2-t, vagy nyomva tartom, és akkor a D-paddal lehet változtatni, ott a kis ikonkák jelzik, és én nem fejeztem be a reggel, mert ne haragudjatok, ezt elnyom magam itt közbe. Mindjárt vagyok. Köszi. Na itt van a rohadék, aki beköpött minket. Revelio. Jó. Azt mondja, hogy... Na, félrement. Megfulladásos. Köszi, srácok. Csak az utolsó ilyen darab kekszet még elfalatozom. Jó. Ó, itt lesz az óra, de mi este van. Tehát meg kell várnunk, gondolom, a nappalt, úgyhogy lefekszek itt aludni. Kint alszunk a mezőn, hát miért? Mi baj lenne? Jaj, sziasztok, hello! Everybody grab a broom, and we shall get started.
Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. Hello. Csokolom, the goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Okay. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom. Say up firmly and clearly. Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Oké, csak pofán ne vágjon a seprű. Az nem lenne jó. Thank you. Now, your turn. Beszélget a seprűjével. Up, 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 you stupid ratty school broom. Ötöd éves vagy, ezt nem tudsz egy seprűt fölvenni, haverom. Up. Így kell csinálni. Professzionális repkedő vagyok. So there's a leg on each side. A hívó nevem pedig Maverick. A gust of wind will throw you right off. Oké. Woohoo! And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Oké. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one wish piece. I had my own broom. This'll take some getting used to. Okay, hozzá kell szokni az irányításhoz, hogy hangyányit, de kegyetlen jól röpködök, csak mondom. Well done. Köszi. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Persze, én készen állok, tanárnő. Született tehetség vagyok a repüléshez. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Whee! What a view! Wow, de király! Hello. Nice day for a flight! A csumi! This is rather fun! Ez aztán a buli! The old boathouse. Mennyire rohadt jó már. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. És a zene is de jó. Az a max speed. Wow. Biztos vennünk kell majd új seprűt. Our likes to make an appearance once in a while. Jézus Máriám, azt a csápos atya úristen itt neki vágtátok? Brilliant! Nyomom. Köszönöm szépen, tanárnő. Juhú! Gyakorló seprő, igen, ez ilyen lassított. Vissza van fogva a lóerő benne. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. Mm-hmm. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Szia, Everett. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Jó, I like the sound of that. Jó, mehet. Kalandozásos. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Aha, follow kitérő. Me. Kövessük őt. Reméljük, nem a... is about to begin. Nem az erdőbe akar minket elcsábítani. Right now, we're over the Transfiguration courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Követlek, haverom. Vigyázz, oszlop. Nice to get above it all, isn't it? Jó, mondom, hogy vigyázz, oszlop. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit
claustrophobic for my taste. Ooh, de rohadt jól néz ki. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Ah. L2 speed burst. Hol L2? Ja, L2. Ah, hogy így. Now that's more like it. Na, you sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Your mom. Flying tips and jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Nitro, ja, gyakorlatilag. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Nagyon gyorsan megy a gyerek. Looks like she's already dismissed the car. Better hurry and hand in our brooms. Csokolom. Dismount here. Hogy leugrott? And where have you two been? Igazság szerint... Oh, hello, professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, professor... Enough! Class is finished for the day. Hát ez mínusz pont volt a kalandozásért, sem As baj. As for you, you do well to use better judgment in the future. Olyan judgmentem lesz, mínusz pont a Gryffindornél. That was some rather good fly. De amúgy megdicsért, mert jól repültünk. Na jó, akkor döntsd el. Döntsd el. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Jó, tényleg megérte a kilátás. Csak kár, hogy levontak pontot a... It was worth losing a few house points for that detour. Igen, you seem at home on a broom. Háztól. But if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Mm-hmm. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. Okay. I'll keep an eye out for you in the sky. Tehát Roxmortba lehet majd venni akkor seprűt. Nagyon jó. Nagyon jó. Quest completed. Nagyon jó. Okay, megy felfelé az XP, mint az állat. És akkor most pedig az a teendőnk, hogy kiválasztunk egy újabb küldetést. Méghozzá az assignmentet kéne csinálnunk. Már megyek is, csak a térképen meg kell nézni, hogy hova megyek amúgy. Secret rooms? What? Már van secret room? Na várjál. I stop. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I required assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Oh. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Na jó, azt mondja, hogy acquire and use a focus potion, acquire maximum and endurance potion and use them simultaneously. Jó, na várjál, azt mondja, hogy Weasleyhez kéne menni, mint a professzor asszonyhoz. Ajaj, elindult. Azt mondja, Pippin is hívott minket, hogy valamit segítsünk, akkor ha már ott lent vagyunk, akkor seprűt is tudnánk venni, a kincses térképet is lehetne csinálni. Itt még el kell csinálnunk a potikat.
The Room of Requirement, az kell nekem. Irány professzor Weasley. Ez, this one, yes. Megszerezzük a szükség szobáját, vagy mi. Vagy felfedezzük, mondjuk inkább ezt. Meg ezt is megkapjuk. Flutty! Ahogy? És akkor, yesum, Pepi, melyik volt az? Szabina, nagyon szépen köszönöm a cheert, köszi szépen a támogatást. Mennem kell meetingelni, kitartásra a meetinghez. Várunk vissza utána. Köszi. Ja, hogy kinézetet kaptam, az nem érdekel. Most. Mert... Weasley néni a 7. emeleten vár minket, amúgy azt mondta. Vagy hol? Revelio. Ott az olyan volt, mintha... Mondtam én. Wooden cat. Egy famacska. Hogy itt az ajtón menjük. Ja, nem néztem meg. Protego, de nem néztük meg, hogy megkaptam-e a lootot. Elnézést kérek. Szóval, elvileg skineket kaptunk, és ugye valami... Mi volt a neve? Valami... Dragon Eye valami... Hogwarts Legacy Spectacles... Purple Gold... Dragon Eye... Nem... Szerintem nem kaptam meg. Szerintem még továbbra se kaptam meg. Hiába vagyok össze szinkronizálva most már a PS account-tal is. Tegnap este dobtatok be egy linket így felsorolás szinten, hogy mi volt a neve azoknak a lootoknak, amiket meg lehetett szerezni. Ezt be tudjátok esetleg dobni megint? Ja igen, meg tele van az inventorink amúgy. Úgyhogy majd ilyen Merlin cuccot csinálnunk kellene, hogy bővüljön az inventori. De nem kaptam meg az inventor, vagy a droppot. Nem tudom, hogy miért nem. Aki esetleg PS-en játszik és megkapta a droppot, azt tud segíteni, hogy... Vagy megerősíteni, hogy aki PS-en játszik, hogy ő se kapta meg, vagy nem tudom, tehát hogy ilyesmi. Szerintem majd 10-től lesz elérhető, hogy ne érezzék magukat hátrányban a normál indítással játszók. Jó kérdés. Krea, te PS-en vagy PC-n játszod? Nyilatkozzál nekünk, ne dolgozzál, légy szíves. Ekkora rohadék vagyok. Revelio. Én PS-en nyomom. Na, Lord Fairy, és megkaptad ezt a droppos dolgot? Esetleg? Várjátok, itt van egy melléküldetés, az fölöttünk van. Felvesszük a melléküldetést, mit kell csinálni? Mennyire van fölöttünk ezt a... Itt. Oi! Can you help me? Júj, ez a nagyon hülye gyerek. Jajjaj. Nekem a te és a Pisti streamje alatt is jött hír, hogy kaptam droppot, de mégsem jelent meg a játékon belül, és én is PS5-en tolom. Aha, akkor másnál se jelent meg PS-en egyelőre, akkor lehet, hogy 10-én fog majd. Én is meetingerek pár órát, aztán jövök. Oké, Santoro, kitartást. Hello, were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Uh-huh. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Persze, majd megyünk, de most following nem ezt akarok csinálni, csak hogy ezt felvettem count a... me in. Wonderful! A küldetést. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Nagyon fura ez a karakter. Bármiért lesz, hogy hol kezdjük. Where do you suggest I search first? Egy kicses térképes dolog. Based on a cursory review of your map, ról van szó. I'd suggest somewhere near Hecate's classroom. Oké. LP Mike, te melyik platformon játszol? Szia, Péter, hello. Izgatottam márom, hogy a Jedi megérkezzen a fénykarddal. Az igen. Nice. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Zavarja a srácot a fogsora a beszédben? Meg lehet. Szóval,
Itt van a kincses térképhez való útmutatás. Ajtó, sárkányos szobor, ízeld meg a tetejét. Aha, igen, és utána szobor. Gyík, kígyó, sárkány, kardélen, le. Szia, vörhenyes kisgecó, köszi szépen a csírt, köszi szépen a támogatást. Na, nem ez a misszió, amit csinálunk, hanem a... Aha, kezdődik, nagyon jó, tetszik. Egyre több a feladat, azt szeretjük. Soha nem jutunk a végére, de szeretjük. Szóval, jövünk a tanárnőhöz, Weasley nénihez. Hopp, várjál, mert ez... Kicsit benne voltam itt a mindenbe, de sikerül. Ez az, ide jöttünk. Aha! Nekem a játék sincs meg. Ó, PS5-ön nyomott te is. Somewhere away from prying eyes. Újra kellett indítani a játékon. Hát kikapcsoltam már a konzolt legalább. Vagy hogy gondolod, hogy újra indítsam a játékon? Ha, érdekes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. Merlin szakára. I see you've wasted no time. Well done. Megtaláltuk a titkok szobáját. Shall we? Amúgy szükségszobája. Előre küldjük, hát ha hogy egy horcrux ráugrik. Ja nem, az még később van. Garmacor, köszi szépen a követést. Hello. Oké. Okay. Bocsánat. What is this place? This is the Room of Requirement. Mm-hmm. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. Mm-hmm. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. Uh-huh. But you've managed to reveal the room on your own. Közvetított tartom mikrobiológus, köszi szépen. Törögjenek a hype-ok, köszi a 10 hónapot. Hello. Must have sneaked past and gone ahead. Deek, professor. Ki ez a Deek? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Ah, okay. A tanárnő, itt van egy csomó szék. There's no chance I'm over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. Eltüntető. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Okay. Nagyon összevisszásos. Istenem, várjatok, mert én itt közben csikicsukizok. Vörhenyes kisgecó, köszönöm szépen a második hónapot. Neked is pörögjenek a hype-ok. Splendid. Pörgessétek now, meg. Cast Evanesco on those chairs. Köszi szépen a támogatást. Oké, és akkor most az van, hogy meg tudom csinálni, hogy ide elhelyezem az Evanescót. Aha. Nagyon jó. És akkor itt, nem itt. Itt, hogyha csinálok egy ilyet, át tudok változtatni, vagy át tudok váltani. Excellent work. Wow, eltüntette! Nessos! Köszi szépen a 36-ot, te félisten te! És Benike, köszi szépen a követést! Jézusom, hát itt olyan hype-onat indul, mint az őrült. Közben amúgy meg Deeket keressük. Is that... goodness? My old school bag. Oh, az a régi iskola. Where that had got to. Iskolás táskája. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deek. Aha. Yes, professor. Nézelődik addig, meg mi is nézelődhetünk, azt mondja. Jaj, elnézést kihányok, nem akartam itt. Ó, ott van valami, össze lehet szedni. I waited for you.
here for ages. Perhaps you were assigned a few more inches of parchment. Mindegy, that you expected. Let me know if you want to try to meet again. A betűnek írt, T betű. Nagyon fontos, hogy A betűnek T betű. Igen. Ezt még meg kell szokni, hogy így kell váltani. És akkor ide amúgy berakhatnánk mondjuk a esztet. Csak hogy Lewis. Lássunk is valamit. De rohadék, jól meg van csinálva a szükségszobája. Hát jó nagy kupi van amúgy. Megjegyezném. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Bocsi. Eltüntettük. Ottan, ott a láda. Ki kell húzni a ládát, gondolom én. Itt egy teás csésze. Fut a csontváz. Rebellion. Na várjál, de... Ja. Leviosa. De innen nem fog tudni odaugrani, nem? Ez most így messze lesz. Incendio. Nem röhög. Konkrétan kéretik nem röhögni. Akio. Gyere már közelebb. Na jó, jó lesz így. Fixen odaugrok. Mondtam, hát tehetséges ugrálózó vagyok. Micsoda azonosítatlan. Lecsúszásos. Eltüntetéses. Szóval konkrétan nekem tegnap volt egy kis bugparádé, egy bizonyos ponton elkezdtem átzuhanni a textúrának, hányszor töltött vissza a game, úgyhogy nyomtam neki egy játék, a PS és PS restartot, majd amikor elindítottam újra a játékot, feldobálta a dropokat, mint az elején a deluxe-os contentnél. Ha! De hát én, nálam nem volt ilyen bug. Vagy rá kéne nézni, hogy frissítések keresése, vagy valami ilyesmi, vagy... Nem tudom, mert én estére ugye kikapcsoltam a PS-t, vagy mindig kikapcsoltam a PS-t. Meg mindent is. Pereg a hype vonat közben. Perpit, nagyon szépen köszönöm. A Sun Kingnek ajándékozott szubot. Köszönöm szépen a támogatást. Hát micsoda, vonatpergetés van itt, hölgyeim és uraim. Megmetszük ezt a kis növényt. Csak hogy szép növényzet legyen itt a szükség szobájában. Igen. Itt is van egy budi. Bit offended, the room thought I need a bath. Megjelent itt egy kád. A szoba úgy gondolta, hogy aki itt volt, annak kell egy fürdő. Oké. Okay. Megérezzése a fejszínek. Nagyon jó. Lumos. Oh, wow, te király. Lebegő lampion. Revelio. Hol aludt? Te király. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Meg lehet bűvölni azt a izét? Vagy az magától már így megvan bűvölődve? Aha. What was that? Egy cikeszt hallani, nem? Az was that a golden stitch? De, az egy cikesz. Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Oké, okay, ott fönt van valami táska. Virág. Kedvenc virágom. Ó, zene. Köszi szépen közben a hype vonatozást, köszi szépen mindenkinek a supportot. Nem így, hanem így váltunk. Igen, itt ki.
Ott bent is van egy láda. Rebellion. Várjatok, rá kéne jönni, hogy merre van az arra. Az egy földgömb. Nem itt kell bemenni, hanem ott kell. Van, ha ide bejövünk. Című történet. Hol lehet vajon fölmászni? Ezt gondolom innen csak meg kell leviószázózni. Leviószózni, bocsi. És akkor hol tudok fölmászni? Aha. Meg hova tudok fölmászni? Nem az oszlopra, az fix. Ott. Nem, hát ott biztos nem. De a hátsó dobozt jelöld, mert ki ne az elsőt. Leviószáj! Úgy. Oké, ezeket itt szépen megemeltem, ez nagyon szép. És ezt nem lehet itt lerombolni, vagy... Nem tudom, hogy hova húzzam. Ha. Erre még nem jöttem rá. Az a baj, hogy félek, hogyha tovább megyek, akkor ezt lebukjuk, vagy elbukjuk itt a dolgot. Ötletek? Ja, várjál, a láda az a izén van rajta? Ó, ja, látom. Na és mi van akkor, ha ezzel azt kellene csinálni, hogy most kéne... áthúzni ide a másikhoz. És akkor azt meg megemelni megint. Opa. Nem, nincsenek egymás vonalába, hogy így mondjam. Ha. Aki jó. Ott találd a testrészeim. Hogy jutok oda? De... Rebellion. Oké. Rá kell jönnünk, srácok. Mondjuk fixen hülye vagyok, tehát hogy úgy nehéz lesz, de... Tehát valahol biztos át lehet ugrani, tehát oké, hogy... Felemelem. Innen nem fog tudni ott átugrani. Akio! Jó, most meg bezzeg nem jön közelem. Oké, van tippje valakinek? I hope that house elf can find us in here. Mert hogy oké, hogy ott van a láda, meg ott van az a kettő izé. Meg itt van ez. Ugye ennen húztuk ki, de lehet, hogy innen bentről kéne átugrani? Ezt... Tehát, hogy igazából nem oda kellett volna kihúzni, hanem bejönni, és ide behúzni, és úgy beugrani? Ezt még megpróbálhatjuk, csak még most lebegem a szar. Anti-lebegéses? Esetleg? Hagyd már abba a lebegést. Hagyd már abba a lebegést! Mennyi ideig tart ez? Kösz. Jó, tehát az a gondolat, hogy bejövök ide, és ide bentre húzzuk be a ládikót, ha be tudom persze ide húzni. Gyere! Látod be! Könyörgöm az égre, gyere! Hát ez hülye. Most meg bezártam magam ide? Na, hát az nagyon jó. Hashtag eltörtem a videójátékon. Hát ha elérjük a ládás cuccot kintről, nem láttam arra lehetőséget. Ha azt a ládát, amin a loot van, közelebb hozod,
Nem tudod ki... Tehát, hogy mi azt mondjátok, hogy... De az a baj, hogy útban van a másik láda. Akion! Nem érem el innen. Azt megpróbálhatom, hogy a másikat mondjuk... meglebegtetjük. Akion! Azt mondjátok, hogy így... Ne, csak ennyi, meg át akartam ugrani. Mekkora eszetek van, köszönöm szépen, chat. Menők vagytok. Jár a taps a chatnek. Szép. Most kértem Meldurf amúgy tőlük, hogy mondják. Ne aggódj. Köszi szépen. Jó, na lássuk, mi a helyzet itt. Hé! Szia! Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are! Wait right there, Deke will come to you. Hello! Üdvözlöm mindenki! Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Igen, én vagyok az. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. Mióta másodéves a tanárnéni, azóta a barátja. We believe that you might nem be tudom, able majd to lesz köszi szépen a követést. Like hello. Bocsánat, Deke, nem maradtam. Would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. Mm-hmm. It's unplottable, so won't appear on any map. Most mm-hmm. happen upon it by accident, if ever. Deke seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Uh-huh. Well then, the room can provide you with precisely that. Super. Now, it's time to focus on what you need. És akkor átalakul a szoba a raktárból. Imagine the room precisely as you need it. Képzeld el, hogyan néz neki a szoba, amire szükséged van. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Hmm. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Terrohat, you have unlocked the desk of description. Use it to reveal the magical properties of any unidentified gear that you have collected. Zseniális. Zseniális. Hát imádom, gyerekek. Oké, ugye találtunk egy ismeretlen, azonosítatlan tárgyat. Hát mikor a jó kis szobát álmodott meg a karakterünk? Pillanat. Nem ott, ott. Mondom, ott az. Ezt nem lehet elkapni? Ja, ez nem az a fajta. Jó, ez csak úgy, ott úgy repked. Nagyon jó. Azt mondja, hogy identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Ez így van.
Ez így van, tanárnő. És akkor most konkrétan ugye az a, az a tárgy, amit találtunk, az most be lett azonosítva, és az amúgy egy szemüveg volt, méghozzá ez. És most már azon van ott egy kék pötty, azt most pont nem látjátok, de mindjárt így eltűnök. Szóval van ott egy kék pötty rajta, ami azt jelenti, és ott már lehet is látni ott a leírásnál középen, hogy milyen magical tulajdonsága van. Oké, okay, azt mondja, hogy Increased Ancient Magic Meter Fill Rate. Hopp, a felvevős, nagyon felvevős, majd mindjárt leszedjük, hogy ne látszódjon, mert hát ez így eléggé buta, ugye? Néhány órával később, konkrétan igen, valószínűleg ez a hely, ahol én órákat fogok eltölteni, írja Veldurf. Hát gyanús, hogy én sem 3 percet leszek itt, úgy összességében a játék végigjátszása alatt. Levesszük így, és akkor mehetünk vissza csinálni, amit kell.